Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, nem visszaélve az általános vita adta keretekkel, de jó, hogyha van miniszteri reagálás, én ezt bátorítom. És amikor arról beszélünk, hogy 10 éves terveket várnak el tárcáktól, minisztériumoktól, akkor azért szögezzünk le valamit. Lehet persze igazodni a 7 éves uniós pénzügyi ciklusokhoz. Én ennél kicsit bátrabb lennék, tehát azért ne ahhoz illeszkedjünk, hanem a saját költségvetési forrásainkat rendeljük a saját nemzet stratégiai céljainkhoz. De miniszterhelyettes úr, ne jusson el oda a dolog, hogy minden tárca 10 évre tervez, természetesen majd a 10 évnek a második felére, mert akkor talán könnyebbnek tűnik megvalósítani és finanszírozni valamit, mint most, de aztán elteljen a következő 3 év úgy, hogy kézzelfogható terveket erre a terminusra nem tesznek le az asztalra. Tehát fogalmazzák meg azt is minden esetben, hogy ebben a ciklusban mi az, ami elérendő, kivitelezhető, finanszírozható. Értem én, hogy nehéz a helyzet, mert ugye befagytak az uniós források, amelyek egyébként járnának Magyarországnak. Én azt mondom, hogy van még egy ilyen, legalább ilyen fontos célterülete ezeknek, egy olyan bérfejlesztési alap, amiben ha becsatornázzuk az uniós források, kohéziós források egy részét, oda pályázhat a kisvállalkozó, hogy adott esetben növelje a munkaerejének a bértömegét. Ez egyébként összefügg az építésüggyel is, mert itt teveznék át a második fontos kiemelendő dologra, amire szót kértem, ez pedig a helyi munkaerő előnyben részesítése. Nagyon szép dolog, hogyha az önök koncepciója ezt leteszi az asztalra, a helyi vállalkozónak legyen hely. Mi azt mindig mondtuk, hangoztattuk, támogatjuk most is. És nyilván alkalmazzanak a lehető legnagyobb mértékben helyi munkavállalókat, ez az értékelés során legyen egy szempont. De pont az önök koncepciójával megy szembe az a vendégmunkás stratégia, amely bár céljaiban és retorikailag megfogalmaz hasonlókat, az a baj, hogy a hazai munkaerő előnyben részesítése az maximum így az eljárásjogi szabályok között kerül garanciákkal ellátva az asztalra, és ezen közben, amikor felvetünk ilyen teljesen logikus igényeket, mint például a multinacionális munkavállaló, ne csak azt igazolja, hogy keresett munkaerőt, de nem talált, hanem igazolja azt is, hogy nem tudta meglévőből átképezni, a saját magyar munkaerejéből nem tudta átképezni, természetesen ingyenesen azokat, akik megvannak, és bedobjuk ezt a garanciális szabályt, akkor önök erre nem reagálnak. Nem mondják azt, hogy hát pontosan ez az önök célja, és erősítsük meg akkor a jogszabályt ezzel. És attól tartok, hogy bár önök megfogalmazzák ezeket a szép célokat, holnap azért itt lesz a vendégmunkás tematikában és a vendégmunkás szabályozásról egy vita, és ne az derüljön ki a végén, hogy önöknek nincsen más koncepciójuk, mint hogy az alacsony bérekkel versenyeznek a nemzetközi térben. Ha kényszerből kivándoroltak 100 000-ek a jobb megélhetés reményében, akkor pótolják őket vendégmunkásokkal. Mert most ugye erről szól a közbeszéd egy rész, hogy 500 000 főnyi új munkaerő kell. Ezt egyébként én akár még el is fogadom középtávon. Itt viszont kétfajta megoldási út van. Az egyik az, amiről egyébként pont az önök gazdaságfejlesztési minisztere beszélt a miniszteri meghallgatásán, és szerintem ez egy jó dolog, az aktivitási rátához kell hozzányúlni, mert a magyar aktivitási rátában még van tartalék, sőt, 100 000-es nagyságrendű tartalék. Nem lehet elintézni ezt az egészet annyival, hogy minden részletszabályba, az indoklásba beleírjuk, hogy a magyart kell előnyben részesíteni, de aztán a valóság és a megvalósulás afelé mutat, hogy egy majdnem kontroll nélküli szervezett vendégmunkás import valósul meg. Tehát az a határozott kérésem önök felé, hogy egyeztessenek a különböző tárcák, legyen hasonló erre területre vonatkozó szabályozás minden témakörben. Támogatom, ha itt lerakják azt, hogy a magyar vállalkozó legyen az első, és a magyar munkavállaló legyen az első, akár még a projekt értékelésnél is ez legyen szempont, de akkor érvényesüljön ez a holnap tárgyalandó javaslatban is. Az a kérésem, hogy beszéljenek egymással, mert nem látjuk azokat a garanciákat, amelyek minden esetben a magyar munkavállalót részesítenék előnyben, és ha a másik szabályozást tönkreteszi, ezt az amúgy szépen megfogalmazott tervet, akkor önök hiába írják bele ebbe a koncepcióba, ellentétes hatást fog ez kiváltani, és a végén, a sor végén megint csak a magyar munkavállaló, illetve a magyar családok fognak rosszul járni, ezt pedig nem engedhetjük meg. Köszönöm.